Tisztelettel köszöntöm Önöket. Csütörtök este van, az Egyenes beszédet látják, Róna Jégon vagyok. Gergely Mártonnal és Pulai Andrással kezdjük a mai estét. Szerbusztok, jó estét kívánok. Jó estét. Na meg a kötelezettségszegési eljárásokkal, meg a mai kormányinfo tartalmának rövid összefoglalásával. Kötelezettségszegési eljárás, ugye ez nagyon keménynek hangzik, és ezt halljuk hosszú-hosszú évek óta újra és újra ezt a kifejezést, és látjuk azt, hogy viszonylag kevéssé idegesíti a magyar kormány. Most kettő is indult Magyarország ügyében, az egyik a pedofil törvény a homoszexuálisokra vonatkozó részei miatt, a másik pedig a mesekönyv miatt, ami duróra ledarált, és amire a magyar hatóság is azt várta, hogy ráírják, hogy homoszexuális tartalmat tartalmaz, amivel kapcsolatosan az Európai Unió ellenvéleménnyel él, miszerint a szólás és különböző szabadságjogok korlátozása. Komolyan fogja ezt venni a magyar kormány? Én általában azt tapasztalom, hogy a magyar kormány nem, hogy nem fél ezektől, hanem kimondottan szereti, hogyha ezek jönnek, és már provokálja azt, hogy egy ilyen kötelezettségszegési eljárás elinduljon. Lobbizkol ebben a lehetőségben, amikor az Európai Unióval szembe mehet. Nem vagyok benne biztos, hogy most is jól óra tett ezzel a történettel, mert azért én hevesebb politikai reakciókat látok az Európai Unióban, mint amilyeket a korábbi kötelezettségszegési, nagyon bonyolult szó, eljárások esetében lehetett látni. Például ugye vegyük azt észre, hogy mondjuk például Ursula von der Leyen az első adandó alkalommal nagyon hevesen szólalt fel ebben a kérdésben, és nem volt, már hogy a konkrét ügyben, és nem volt az a szokásos politikai körtánc, amit ilyenkor az Európai Unió ezt szokott. Sőt, hát úgy veszük, ez nagyon gyorsan elindult ez a közösség. Így van, kimondottan gyorsan elindult. És aminek szerintem van még egy másik lába is, ami nem is biztosan ez a politikai eljárás, az az, hogy ugye a Magyarországnak járó újjáépítési forrásokat, tehát ugye nem fogadta el az Európai Unió, és ezt a kettőt én összekapcsolnám. Mert hogy azt a budgetet... Varga Judit is összekapcsolja. Hát akkor Varga Judit nagyon jól gondolkodik ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen politikai csomag, amit az Európai Unió magyar kormány számára készít, és biztos vagyok benne, hogy most némileg elősebb politikai hátszeret fog kapni ez a történet, mint korábban szokott kapni. Jó, de te azt mondod, hogy ezt a magyar kormány kéri szinte. Tehát kiprovokálja, felkínálja azokat a helyzeteket. Azt hiszem, most egy kicsit más a helyzet. Tehát, na, hogy most arról mondd, akartak hogy beszélni, hogy a pénzeket politikához kötni szembe megy az unió szabályaival. Ugye erről lamentált Varga Judit, Szijjártó Gulyás, mindenki. Ezzel szemben ugye a kötelezettségszegési eljárás az, hogy úgy mondjam, a normál menete a dolgoknak, pont így jelzi az Európai Unió, ha valami nem tetszik, ez az első lépés, ami felé el tudnak menni, elkezdenek ugye egy levelezést folytatni egyrészt a nemzeti kormányokkal, és aztán megy tovább bíróságra, és esetleg bírságig az ügy. Ezt a részt nem nagyon szereti a magyar kormány most mondani, mert neki az a fontosabb, hogy azt mondhassa, hogy a politikai, hogy a pénzvisszatartás és a jogállamiság kérdése az valami fajta meleg lobby miatt lett eltérítve, miközben pont a lényegről nem akar beszélni. Tehát, hogy én szerintem itt egy kicsit van egy különbség, és nyilván a legnagyobb kérdés az az, hogy ez a melegellenes törvény egy politikai termék, aminek tudjuk, hogy mi a lejárati határideje, ez 2022. április közepe, addig muszáj lenne valami fajtaképpen megtartani. A kérdés az, hogy az Európai Unió addig létre tud hozni egy olyan helyzetet, hogy vissza kelljen vonni. Most két hónapja van a kormánynak arra, hogy válaszoljon a bizottság által megfogalmazottakra, amit majd most írásban meg fog kapni. Ha ez a válasz nem kielégítő a bizottság számára, utána jön az összes többi. Tehát például az, hogy az Európai Bírósághoz fogjuk gyorsítani a bizottság egyébként az eljárást. De ez a két hónap, ez a kormány rendelkezésére állt. 60 nap az a kötelező elem. Ugye van egy másik tehát, dolog, ugye, ha úgy számolsz, akkor ez már szeptember. Van egy másik dolog, amit még megléphetnek, hogy az Európai Bírósághoz fordulnak, melyben megkérik azt, hogy a függessze föl, tehát gondoskodjon a hatájának a megszüntetéséről. Ugye a reklámadó, magyar reklámadó esete pont így vérzett el első körben. Tehát van egy út arra, hogy nem a kötelezettségszegési eljáráson keresztül, hanem a bírósági úton próbálja. Na jó, de hát az közvetlen támadás. Most kicsit a szatírába hajlik, amit mondtam, de közben nem annyira, mert Lengyelországban
pont ez a vita zajlik, és a Lengyel Alkotmánybíróság pont azt hiszem még nem hozta meg a mára várt döntését, amit eredetileg tegnapra vártak, ami épp arról szólna, hogy nemzeti hatásköröket az Európai Unió nem írhat fölül, márpedig a nemzeti törvény minden esetben nemzeti hatáskör. Ezt mondanák ki a Lengyel Alkotmánybíróság. Hát ilyen vita volt Németországban is, és a Német Alkotmánybíróság is kimondott hasonlót, aztán a német jogásztársadalom ezt ugye sem megoldotta, tehát hogy azért ettől én nem félek, hogy emiatt Lengyelország ki fog lépni az Európai Unióból, és ez valami óriási blokkot fog jelenteni. De visszatérve... Nem is erre utaltam, hanem arra, hogy ezt a vitát, ezt ki lehet nyitni újra és újra, és ez egy jó táptalaj a magyar kormány számára is. Persze, ki lehet nyitni, és a magyar kormány ezekben a típusú vitákban szokott ubickolni, de én mégis azt látom, azért van valamiféle fordulat az Európai Unióban, hogyha nem is egy 180 fokos, és nem is egy ilyen markáns fordulat abban, hogy a magyar kérdés politikai kérdésként kezelje, vagy jogi kérdésként. Egyébként egyetértve azzal, hogy ezt a magyar kormány az unió ellen tudja fordítani ezt, hogy az unió ezt a kérdést politikai kérdésként kezeli, viszont az unió szerintem nagyjából rájött, hogy ha ezeket a dolgokat jogi kérdésként kezeli Magyarországgal szemben, akkor nem jut egyről a kettőre, mert hogy a magyar kormány az így vagy úgy, de mindig kicselezi őket ebben a kérdésben. Elég csak arra gondolni, hogy Orbán Viktor a legrégebb óta, Angela Merkel után, legrégebb óta a hivatalban lévő vezető egy országban, így hát nagyobb rutinja van az Európai Uniós ügyek kezelésében, mint magának az Európai Uniónak, hiszen ott azért sokkal gyakrabban cserélnek a vonatkozó szerepek a vonatkozó pontokon. Sokkal pragmatikusan is tud haladni, hiszen a kezében a döntés gyakorlatilag egyedül. Igen, de Orbán Viktor arra is emlékszik, hogy azért a meghátrálása már nem egy esetben kényszerítette jogi felülírására a magyar törvényeknek az Európai Unió. Most volt a reklámadót mondtuk, média törvény, voltak olyan esetek. Itt most az van, hogy 2022 áprilisáig nem nagyon teheti meg arcvesztés nélkül, hogy ezt a törvényt megváltoztatja. Igen, de én azt is gondolom egyébként, hogy ezzel a törvénnyel a magyar kormánynak, elsősorban a Fidesznek politikai célja van. És igen, egyetértek, 2022-re szól ez a cél, de abban viszont nem vagyok biztos, hogy ez ki fog tartani 2022-ig, és nem azért, mert az uniós, illetve a magyar csatát azt addig nem lehet elvívni, mert hogyha úgy van, akkor el lehet vívni. Hanem én azt gondolom, hogy ez a történet nem fog működni. Tehát az a típusú melegellenesség, amit az Orbán kormány most másodjára akar behozni, ezt ne felejtsük el, hogy a Szájer botrány előtt ezt már elkezdte ezt a kérdést vezetni, amit pont egy meleg orgia vágott keresztbe, és azt gondolja a Fidesz kormány, hogy hát jó, akkor nézzük meg, hogy eltelt nem tudom fél év, vagy pár hónap, felmelegítjük az ügyet, újra nekifutunk, hát most működni fog. És én azt gondolom, hogy a posztszájeri időszakban, hogyha lehet ilyenről beszélni, akkor amikor egyértelműen és nyíltan ki lehet mondva, hogy a Fidesz hat legfontosabb vezetője közül már, akik létrehozták a Fidesz, hat legfontos vezetője közül az egyik meleg, és erről mindenki tudott, és így élte az életét, meg úgy élte, ahogy egyébként ugye tudjuk, hogy élte. Így már itt nagyon nincs miről beszélni, tehát itt már nem igazán lehet ezben a meleg kérdésben politikai tőkét kovácsolni Magyarországon. Hát akkor mit akarnak? Kipróbálták, hogy lehet-e. De hogy szerintem arra fognak jutni, hogy valószínűleg nem lehet. Az RTL Klub egy szakító próbát kísérel meg, ugye ezzel a médiával foglalkozó oldalak most elég jelentősen tele vannak, mert hogy minden napra bekészít valami olyan tartalmat főműsor időbe, ami feszegeti ennek a törvénynek az egyébként iratlan határait, mert hogy a törvény szól valahogy, de annak a végrehajtási rendeletét még nem ismerjük. Van egy hatóság, amelyiknek el kell járnia. Gulyás Gergely ezügyben ma a kormányinfón reagált is, ez nem kormányzati ügy, ez hatósági kérdés. Akarhatja a kormány, hogy a hatóság eljárjon ebben az ügyben, és gyakorlatilag bebizonyítsa, hogy igen, működik ez a törvény, és működtetik ezt a törvényt? Szerintem ezt még a kormány se tudja, hogy akarja. De az RTL-nek a taktikája az érdekes, és egyébként lehet, hogy működhet, de ugye mégiscsak most már azért egy nagyon erősen online világban érünk, így a Netflix is minden nap próbálkozik ezzel, és az összes nem lineáris tartalomszolgáltatónak is ebben a kérdésben állást kell foglalni, sőt, azt is gondolom, hogy például a hirdetőknek is, tehát hogy mondjuk el tudok képzelni olyan reklámot, amelyet mondjuk meg kell gondolni, hogy az nem tartozhat-e bele ebbe a kategóriába, és nem vagyok benne biztos, hogy ez érdeke. Ugye a kormány több ilyen ügyet keresett, szerintem a 22-es nagy ügyet keresi a kormány ezzel a történettel. Többször nekifutott ennek, volt a halálbüntetés kérdése. Az nem sikerült, egyébként részben az uniós ellenálláson. Egy időben cigány-somellenes húrokat pedzegettek, közvetlenül azután, az sem sikerült. Akkor utána jött a sorosozásnak a visszahozása, meg a migránshozásnak a visszahozása, az akkor már elkezdett nem működni, annak még volt valami húzása, de egyéb
egyébként valójában ez sem működött. Ugye most újra visszahozzák ezt a melegkérdést, én azt gondolom, hogy ez sem igazán fog működni, egyébként elég csak megnézni a nemzeti konzultációnak a témáit. Hát ott azért van a melegeken kívül más az téma nagy, is. Soros, migráns, Gyurcsány. Politikai kommunikációs szempontból nézve ez egy nagy katyvasz. Tehát, hogyha a kormány tudná, hogy mit akar, akkor valójában egy ügyre menne rá, és akkor azt elnyomatná és azt csavargatná. De látszik, hogy a kormány se tudja, hogy mit akar, hanem keresik a nagy ügyet, és egyelőre nem találják. Marci, egyetértesz? Ennek ez a belpolitikai hozadéka. Hát, hogy nem találják teljesen a témát, azzal egyetértek. Nem csak az RTL teszteli egyébként a hatóságot, ahol nem értek egyet, hogy ők szeretnék ezt megpróbálni végrehajtatni, ők nem akarják ezt végrehajtatni, mert a végrehajtatás bírósági eljárásokat eredményez, és eredményez nem csak magyar, de európai bírósági eljárásokat, és akkor a törvény hamarabb fog elvérezni, mint ahogyan szeretnék. Tehát annál hosszabban lehet húzni ennek a törvénynek a hatáját, minél kevésbé alkalmazzák. Egyébként nem csak az RTL feszegeti a kormány határait, úgy látszik, a kormányfő is feszegeti a kormány tagjainak a határait, hogy Gulyás Gergely oda tud-e állni, és tud-e mondani példát arra, hogy ő milyen olyan filmet látott, ahol ő benne elkezdett gondolkodni az, hogy ez most őt a melegségre sarkalja-e, vagy nem. De úgy látszik, hogy a posztájára időkben is megmaradt az, hogy a kormány tagjainak semmiféle gerinc nem áll útjába annak, hogy a épp soron következő gyűlölet kampányba. Ez egy történelmi korszak lesz a posztájári, mert most nem mind a ketten mondtam. Tehát van ez a korszak? Létező korszakról beszélünk? Hát én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben igen. Tehát ugye eddig nem volt Magyarországon olyan a konzervatív oldalhoz sorolt politikus, aki nyíltan vállalta volna a melegségét több más országgal ellentétben. És Magyarországon lett egy olyan, nem teljesen a saját akaratából, de hogy lett egy olyan. És ebben a pillanatban ez a kérdés a feltételeire állt, és szerintem úgy, ahogy ezt a kormány eredetileg tervezte meg, ahogy szeretné, úgy ezt nem lehet politikai célra használni most már, mert azt fogja mondani az átlagválasztó, hogy oké, és akkor mi van? Vannak akik melegek. Hát igen. Ugye ott van például a Fidesz környezetében egy, akiről tudunk, meg jó pár, akiről egyébként ezt sejtjük. Szóval szerintem ez elvérzett ez a történet. A mai kormányinfo viszont azt mutatja, talán, bár ez is csak valószínűleg egy értelmezés a sok lehetséges közül, hogy a kormány próbál arcvesztés nélkül kedvezni azoknak, akiknek valamilyen módon kellhet kedvezni. Ugye itt van a kínai vakcinával oltottak kérdése, holnap bejelentés lesz, ezt tudjuk, nem tudjuk annak a tartalmát, de lehet sejteni, hogy valamiféle megengedő változattal áll elő Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. Meg vagyok kicsit lepődve, mi abban a meglepő, hogy Magyarországon földbe állt az oltakozási kedv 57%-nál, ráadásul kiderült, hogy az oltottak egy részének nincsen védettsége, az kormánynak legelemibb érdeke lenne, és az ország legelemibb érdeke lenne, hogy azok a 60 év felettiek, akik egy hazárdjáték keretében kínai vakcinát kaptak, azok most minél hamarabb mRNA-s vakcinához jussanak, és álljon meg az őrület, hogy az 5 dózisú ampullát kinyitják, és egyet beadhatnak egy 13 éves gyereknek, aki jelentkezik, de a körzetben lakó 60 fölötti kínaival oltott embereknek nem adhatják oda a 4 darab másik adagot, hanem az megromlik, és ki kell önteni, mert ma ez a szabály. Tehát én ebben semmi kedvezést nem látok. Gulyás Gergely ma a kormányinfón arról beszélgetett, hogy a Semmelweis Egyetem kontra Karácsony Gergely által kiadott teszteredmények mit mutatnak? Miért nem a magyar kormány tesztel? Miért nem a magyar kormány próbált tisztán látni abban, hogy amikor egy rendeletet hozott, hogy ampullát 1 millió adagban beadtak, az Magyarországnak jó, majd utána itt Magyarországon alkalmazták egyedül 60 felett, miközben maguk a kínaiak nem alkalmazták 60 felett, miért nem a magyar kormány akarja megtudni, hogy hány ember? Falus András immunológus professzor tegnap itt ebben a műsorban azt mondta, hogy a Karácsony Gergely féle teszt a hivatalosabb, jobb és biztosabb eredményt hozó szemben a Sotéjéval, aki, és Falus András gondolom nem politikai álláspontot fogalmazott ezzel meg. Módszertani mélységbe belemeltünk, mert végül is egy reprezentatív tesztel, és az úgy működik, egy reprezentatív kutatás, amit egyébként pont a Semmelweis Egyetem kezdeményezésére még a második hullámban csinált is az ország. Ezeknek a kitermeknek jobban megfelel a karácsonyféle történet, lehet, hogy azért, mert karácsony egyébként rendelkezik ilyen háttértudással, mint hogy kutatási módszertan. Mert hogy ezzel foglalkozott még mielőtt a politikára adta a fejét, hogy aztán megbánja-e vagy sem, hogy ezzel nem foglalkozik már, és a politikára adta a fejét. Nyugalmasabb éjszakái voltak valószínűleg kutatóként, bárki tudja. Köszönöm szépen. Köszönjük.